Molnár Mária, a Szent István Katolikus Általános Iskola nyugalmazott igazgatója vehette át idén a díszpolgári díjat az augusztus 20-ai városi ünnepségen. A hagyományokhoz híven koszorúzással kezdődött az államalapító Szent István király tiszteletére rendezett megemlékezés Mezőkövesden. Városunk önkormányzata mellett a helyi politikai pártok, civil és gazdasági szervezetek képviselői rótták le tiszteletüket Szent István király szobránál. A program ezt követően szentmisével folytatódott a Jézus Szíve templomban, ahol dr. Berkes László plébános prédikációjában egyebek mellett Szent István király életét és munkásságát méltatta, kiemelte, hogy olyan államvezető volt, aki példás keresztény életet élt. A Szent Mise után rendezett ünnepségen Tálai András államtitkár, választókerületünk országgyűlési képviselője mondott beszédet. A történelmet végigforduljuk és ismerjük, látunk kell, hogy nem minden népcsoportnak sikerült ezen évi folytonosságot biztosítani, nem minden népcsoportnak sikerült országot és nemzetet létrehozni. Sok népcsoport eltűnt a történelmi kiesztőjében, de Magyarország nem tűnt el. Azért nem tűnt el, mert volt egy államalapító királyunk, aki létrehozta a királyságot, aki megteremtette a rendet, a biztonságot Magyarországon, aki törvényeket alkotott, és azt betartotta, aki megteremtette a kereszténység alapjait. Magyarországot megállította, Magyarországot letelepítette, és Magyarországnak irány és jövőképet mutatott. Ezt követően adták át a Mezőkövesd város díszpolgára kitüntető díjat, melyet 2017-ben Molnár Máriának, a Szent István Katolikus Általános Iskola nyugalmazott igazgatójának ítéltek oda. A díjazott 1991-től 2010-ig volt az intézmény igazgatója. Az iskola indulásakor elsődleges célja a katolikus szellemiség megteremtése és erősítése volt, amit töretlen elkötelezettséggel végzett. A lelki értékek mellett nagy hangsúlyt fektetett az iskola építésére is. Ezen felül városunk közéletében is szerepet vállalt, 1990 és 94 között képviselőként az Egészségügyi és Szociális Bizottság, valamint az Oktatási Bizottság tagja volt, 1994-től 98-ig pedig az Oktatási Bizottság külső tagjaként tevékenykedett. 2002-től 2006-ig újra képviselőként vett részt a közéletben, ebben az időszakban a Pénzügyi Bizottság tagja, valamint az Oktatási Bizottság elnöke volt. Akkor az elsőt megkaptam az értesítést, összeszorult a szívem, nagyon kicsinek éreztem magam. Én az önkormányzatban benne voltam, amikor az első alkalommal Takács Istvánnak a posztumusz díjként ezt megszavaztuk. Mégis inkább fölnézek a nagy elődökre. Nagyon nagy megtiszteltetés. Ilyenkor már az ember az életének több a múlt, mint a jövő az életemben. Tehát már én nagy ígéreteket nem tettek, hogy majd megszolgálom, de igyekszem utólag is valamilyen módon még méltó lenni ehhez a díjhoz. A díj átadása után az új kenyeret Gordos Attila református lelkész és dr. Medvegy János plébános áldotta meg, majd ezután dr. Fekete Zoltán polgármester szegte meg. Ezt követően a jelenlévőket is megkínálták a Magyarok Kenyere program keretében gyűjtött búzából sütött új kenyérrel. Az ünnepi műsor fellépője a Proúrbedíjas Szent László Fesztivál kórus volt, és verset mondott Takács Norbert, a Proúrbedíjas Mezőkövesdi Amatőr Színjátszókör Egyesület elnöke. Az ünnepség este a városi sportcsarnokban folytatódott, ahol a Csík zenekar fergeteges élő nagy koncertjét nézhették és hallgathatták meg az érdeklődők. A teltházas est során felcsendült egyebek mellett a Csillag vagy fecske, a Most múlik pontosan, a Te majd kézen fogsz és hazavezetsz című dal is. Ezen felül például moldvai és kalotaszegi népdal feldolgozásokat és első világháborús katonadalokat is eljátszottak a zenekar tagjai. Amint egy két órás előadás után nagyszabású tűzijátékot rendeztek a Kavicsostó és Szabadidő Parkban. Az augusztus 20-ai városi ünnepségről készült felvételünket augusztus 25-én láthatják a Mezőkövesdi Televízióban.